kedves mindjártokat! Örömmel látom, hogy újra megtelt ez a kis terem, és most elnézést számolni látom a papírt. Először láttam, hogy ellenőrizve valami kívül, ki nem jön, de látok nagyon sok régi arcot, akiknek örülök ezeknek a fiúknak, lányoknak, megy tovább az iskola, megy újra. Na, akkor rendben van. Hát először köszönjük meg a gyermekjóléti munkatársaidat, hogy ekkora munkát végeztek, ti értetek, mi értünk, és lehet mondani azt, hogy maga azt értek. Ez nagyon nagy munka, és ezúttal szeretném megköszönni nektek a munkátokat, és további jó munkát kívánok még hozzá. És üdvözölném a képviselő urat is, aki a Gyermekjóléti Bizottságnak az elnöke még, ugye? Igen. Őt is fogadjátok szeretettel, ő is minden egyes pályázati hirdetésnél is van, szívén viseli a sorsotokat, ő is odafigyel rátok. Természetesen mi talán az utolsót csináljuk végig veletek. Nem tudjuk, hogy lesz-e még egy. Lesz-e annyi erő bennem, hogy még egyszer megméretessem magam. Ha lesz, akkor találkozunk, ha nem, akkor másra fogok találkozni. Látom, hogy vannak azért új arcok is. Nekik nagyon sok sikert kívánok. És remélem, hogy végig fogják csinálni. Hogyha a szüleik, meg a környezet is megpróbál segíteni nektek, akkor becsüljétek ti is meg magatokat. De öröm látott nézni. Képviselő úr, akár pászol. Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket, anyukákat, és nem utolsó sorban a gyerekeket, ugyanis hát mi értetek vagyunk itt. Ugye, és most közszóval mondom, hogy ha ti nem vagytok, akkor ez az ünnepség most nem jön létre. Biztos, hogy emlékeztek rá már jó pástól, ugyanúgy, ahogy elnök úr említette, már találkoztunk. Én is látok új arcokat, örülök neki. És már nem nagyon sokat tudok mondani az elmúlt ünnepi alkalmakhoz képest, de én most is csak azt tudom mondani, mint eddig is elmondtam nektek, vigyétek tovább, mondjátok a barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek, hogy érdemes jól dolgozni, érdemes jól tanulni, érdemes jól teljesíteni, mert lám itt a példa, hogy a jó eredményt azt van, aki meghálálja. Remélem, elnök úr, csak vicceltem, mert nincs erő, de én úgy látom, hogy erre a helyébe van. Norbiról nem beszélve, és még fogunk itt ilyen alkalomkor közösen találkozni. Én is remélem természetesen, ugye, mivel ténylegesen ugye önkormányzati választások lesznek, de senki nem tudhatja, hogy a választások hogy alakulnak, mint alakulnak. Reméljük, a Jóisten megsegít bennünket, és higgyétek el, nem közhely hangzik, de hadd mondjam el nektek, az ember egész életében tanul. Mindig tanul. Nem kell ahhoz iskolába járni, akár középiskolába, főiskolába, egyetemre, bárhol, bármikor kerülhetsz az életbe olyan helyzetbe, amikor egy adott pillanatban valahogy cselekedni kell. És majd utólagosan kiderül, hogy na, ezt most jól csináltam, vagy nem jól csináltam. De akkor is tanultál, mert a következő ilyen eset előfordul, akkor hogy csináltam múltkor? Tavaly előtt, az előtt, évekkel ezelőtt. Így, jól csináltam? Jól csináltam. Akkor most úgy kell tovább csinálni. Amennyiben nem, akkor tudod, hogy másképp kell csinálni, és akkor másképp fogsz hozzáállni ahhoz a dologhoz. Tehát ugye azt mondják közmondásként, a jó pap koldik tanul. Higgyétek el, ez így van. És nem most nagy dumával akarok azt mondani, hogy ideál egy ember, aztán nekiállni pofázni nekem, vagy bocsánat a kifejezését dumálni, hogy tanulni kell. A szülők biztos ezt mondják. És hogy őszinte legyek, elsősorban most a szülőkhöz szeretnék szólni, tessék inspirálni a gyereket. Tanuljál, menjél kisebb, higgyétek el, sokkal jobb lesz. Ma azt mondják, nem én találtam ki, hogy egy jó bizonyítványhoz kell
egy, majd eljut mindenki oda, hogy meg fogja érteni, kell egy nyelvhasználat, egy nyelvet tudni, minimum egyet, ugye? És kell utána a számítógépet ismerni. Gondolom, azt jobban ismeritek, mintha valaki most egy nyelvet akár foglalkozik, tanul, vagy szeretne megtanulni. Ez a három dolog, ez már azt jelenti, hogy valamit elértél az életbe, és egy olyan lendületet adhat tovább mindannyiótoknak, hogy igenis lesz értelme annak, hogy az alapokat megtanultátok, és továbbra akár középiskola után egy főiskolára egy egyetemet elvégezni, ami aztán egy csoda, és akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy még nem is biztos az, hogy esetleg a városon nem lesznek olyan hasznára, hogy bármilyen munkát is el tudtok végezni, akármelyik cégnél, mert most már egyre több cég települ ugye a városunkba, tehát azért az egy nagy lehetőséget ad, ha valaki olyan iskolát végez el, ahol el tud komolyan helyezkedni. Úgyhogy én is gratulálok, akik itt vannak, örülök neki, tájékoztattak a felállásegítő vezetői, hogy kettő fő az, aki egy iskolát váltott, egy pedig nem adta a jelentkezést, és nagyon sajnálom, ismerem is a családot, nem tudom miért, ott gondolom, hogy egy szülői ráhatás azért biztos, hogy ha erősebb lett volna, akkor most itt lenne, és lehetőséget kapna ő is, hogy ebből a kis támogatással esetlegesen könnyebb legyen az a lehetőség, hogy eljusson bárhova, könyvtárba, vagy kivegyen valami könyvet és azt olvassa, vagy bármi, ami elősegíti azt, hogy jobb legyen a tanulmányi értéke. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tanulj, hogy segíthessünk címmel hirdetett roma ösztöndíj pályázatot a Dunaharaszti Önkormányzat és a Dunaharaszti Roma Kisebbségi Önkormányzat. Ennek eredmény hirdetésére voltunk hivatalosak a Művelődési Házba, ahol Jakab István, a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökének, illetve Horváth Jenő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megnyitóját követően átadták az okleveleket az illetékes diákoknak. Sok siker, gratulálom, nagyon szép dolog. A legjobb tudásatok szerint használjátok fel ezt a pénzt, reméljük, hogy tudunk valamennyit segíteni. Nektek sok siker, és ősszel majd találkozunk. Köszönjük.